Én érezzem magam hibásnak, bazd meg, azért, mert alád akartam rakni ingyen egy ajándékba egy kocsit. Ha hívlak, igyekszel velem beszélni. Ilyen mérgező személyiségektől óckodni kell. Na hát, kedves Merci, ezt a videót eredetileg a normális kamerámmal szerettem volna elkészíteni. Azért nem tudom azzal, mert szétvertem a billentyűzetemet, és hogyha leülök a gépemhez, akkor nem tudok egyáltalán begépelni semmit, mert a laptopnak a saját billentyűzete már tök régóta egyáltalán nem működik. Nem, és nem ez a gond. A gond az, hogy én ezt a tabletet nagyon szerettem. Ehhez most vennem kell, ez egy 800 eurós csúcsminőségű tablet volt, és most vennem kell egy újat, mert miattad ez is szét lett verve a picsába. El nem tudom képzelni, nekem az életminőségemen ez a tablet rengeteget ront, hogy hiányzik. És mi történt pontosan, elmondom neked, kérlek szépen. Még be van kapcsolva ez a szar, hihetetlen. Dehogy is. Végbe van kapcsolva. Hát akkor kapcsolódjon ki a gecibe. Világítás sincs. Annyira szétvertem. Idegességemben. Abszolút első helyen voltál. És ne szépítsük, én gyakorlatilag az elmúlt két hónapom azzal telt, hogy rólad ábrándoztam. És vágyta vissza arra, hogy gyere, és a monitoromat is, ahogy most a tabletet, ilyen körülmények között vertem szét, hogy engem tudtak a trollok azzal triggerelni, hogy szerintük te engem utálsz. Ez pedig engem annyira felidegesített, hogy állandóan ezt mondogatják nekem, hogy te valójában gyűlölsz engem, meg hogy herótod van tőlem, hogy én az ebből fakadó feszültséget így tudtam levezetni, hogy szétvertem azt a monitort. Tőlem mindig megkérdezed, hogy miért jöttem oda. Megkérdezed, hogy miért veszlek, mint ahogy ma is. Ideges voltál a botorháztető miatt. Én ezek után még mielőtt letiltottalak. Adtam egy utolsó esélyt, ami arról szólt, hogy a Jutkával üvöltöttem, hogy most kiszáll a kocsiból, nem érdekel, és odaviszi neked a telefont. És vitte. Te meg leintetted, hogy nem akarsz velem beszélni. Ez volt az a hiba, amit végképp elkövettél most őszintén. Egy, másfél hónap alatt ennek a tabletnek az ára bejönne, hogyha itt most közösen csinálnánk műsort. A Jutkával beszéltem egy 20 percen keresztül, ugyanezt magyaráztam neki lényegében. És ugye ehhez képest ilyen körülmények között, hogy minden áldozatra hajlandó vagyok, gyakorlatilag egy kegynek számít, hogyha véletlenül el tudnak érni, és tudok veled három szót váltani. Mert nem lehet. És tehát, hogyha kapcsolatban vagyunk, akkor szerintem tök normális. És alapvető elvárása lenne, hogyha én téged fölhívlak, akkor hogyha éppen nem vezetsz, vagy éppen nincs bármilyen fontos elfoglaltságot, akkor fölveszed. De mondok mást is. A vezetésen kívül semmi más elfoglaltság nem lehet az,
ami indokolná azt, hogy legalább annyira ne vedd fel a telefont, hogy azt mondta, hogy hú, ne haragudj, most éppen elfoglalt vagyok, hívjál, mit tudom én, pár óra múlva, jó? Semmi. A nyugodj meg, amit lehet, az költsél rá, autóra ott van áll a pénz, ha elfogy, szólj, aztán küldök még, amennyi kell, hogy olyan állapotban legyen a kocsi, hogy amivel te elégedett vagy. És teljesen őszinte vagyok, mit érzek most? Gyűlöletet, haragot, szomorúságot, az talán egy nagyon keveset, megkönnyebbültséget. Mert tudom, hogy ennek az idegeskedésnek, a pénzeimnek, az elfolyásának, aminek az ellenkezőjét ígérted mellesleg, azt, hogy segítesz értelmes mederben tartani az anyagi kiadásaimat, közösen mindent megtervezünk, azt nem pedig azt, az meg, hogy olyan állapotba hozol, ami engem, olyan lelki állapotba hozol, ami engem folyamatosan anyagi kiadásokra és a pénzem elfolyására késztet, nem. Meg szerintem egy kapcsolat nem arról szól, hogy állandóan miatt aggódom, hogy el tudlak-e téged érni, és nem arról szól, hogy amikor véletlenül tényleg két szót tudok veled váltani, akkor úgy érzem, hogy lottó nyeremény ütötte a markomat. Én ezt az egész anyagi ködröt, ezt én valahogy majd kezelem, leszarom. Majd én ezt valahogy megoldom. Mi van most? Most az van, hogy engem nem tudsz hívni, sehol, mindenhol te is, meg a Jutka is le vagytok tiltva. Miután ez nekem nem hiányzik, abban vagyok, hogy ragd le a kocsit ma reggel 9-kor, ott, ahol van, fényképezd le, küldd el a címet, majd fogd a sluszkulcsot, ragd be egy borítékba, és elküldtem, küld el édesanyám címére. És felejtsük el egymást. Ez az A verzió. B verzió az, hogy a Kozmán vagy a Gézán keresztül üzensz, és tudjuk olyan alapra helyezni ezt az egészet, hogy ha én hívlak, akkor az az elsődleges, hogy velem beszélj, mert tudod, hogy én nem hívogatlak 5 percenként, és a hívlak az fontos. És akkor, mint például ma, most nagyon fontos lett volna, amikor kiszállt a Jutka, hogy nyújtja neked a telefont. Ezt az utolsó esélyt megadtam, hogy bazd meg, kérje bocsánatot. Tényleg, mindenki random, bazd meg, oda mehet, streamelhet, kamerázhat, senkinek nem mondott. Soha. Hogy ne vegyen. Meg miért jött oda? Nekem meg mindig. Jó, tehát ez így nem normális. Felszabadult vagyok. Egyszerűen az, hogy ettől az egész szartól megszabadultam, ez még így is, hogy elúszott ennyi pénz már megint, hogy így autó, meg úgy egyéb veszteségek, meg így tablet, meg így monitor, meg ezzel együtt is. Igazából ez így jobb. Mert jobb ezektől megszabadulni. Ha hívlak, igyekszel velem beszélni. Ma reggel 9-kor. Nem használhatod. Mert minden, ami lehet, hogy forgalomból kivonás, az elindul. Hogyha tovább mered egy percre is használni reggel 9-től. Valahogy a kibaszottul megkeresed, hogy hogyan lehet a kibaszott telefonodon föloldani. Jó? Az én német számomat. Hogy olyan nincs az meg, hogy nem tudlak téged hívni, jó? És ha hívlak, akkor fölveszed. És soha többet így nem ugrálsz a lelkemmel, jó? Meg nem provokálsz engem, meg nem idegesítesz szándékosan. Ez az utolsó apró mencsvárod még lehet. Mert tényleg nincs semmi más nő. És nem normális, nem, vagy nem, bocsánat, nem valódi, nem ilyen meg vagyok, hogy született, hanem másik, jó, másik nőt.
aki nyilván elsősorban a most már a nagyszámú törvény alapján nyilván született lesz, de másik nőt. De ennek, ami most történik folyamatosan, így vagy úgy véget kellett vetni. Vagy garantálod, hogyha én éppen beszélni akarok veled, akkor igyekszel mindent megtenni, hogy mi hamarabb fölvedd, és tudjál velem beszélni, anélkül, hogy itt engem velem baszakodnál, meg undokoskodnál, meg hagynád bazd meg, hogy én érezzem magam hibásnak, bazd meg, azért, mert alád akartam rakni ingyen egy ajándékba egy kocsit. Na vajon fölveszed, tudok-e, és akkor karácsony meg. És miután nincs másik nő. Nem született meg, akkor nyilván csomó rendes nő van, aki ezt a lehetőséget, ezt, hogy bazd meg, itt én eltartom, fizetek neki mindent, azt örömmel fogadná. Úgyhogy többet nem is tudok mondani. Hogy de nem el. Egy kapcsolat hoz a te életedbe. Egy kapcsolat az a lelkedet megnyugtatja. Nem fölbasz. Nem fölbasz ilyen szinten, hogy azt az eszközt, ami nélkül nem tudok élni, amit újat kell rendelnem, egy kurva drága, gyakorlatilag, ami lerontja az életminőségemet, hogy tönkre megy, szétbaszom. Monitor tök mindegy, lesz, hogy úgyse használtam kettőt, de hát ez eljött most rendelnem kellett, bassz meg, az autó dárának a duplája egy ilyen kibaszott szar. Vagy legalább az autó dára. Most ezt újra meg kell vennem. Jó, ez nem normális, hogy ez annyira fölbaszol, bassz meg. Így, hogy rendszeresen ilyen lelki állapotba juttatsz, így, hogy rendszeresen megalázol, konkrétan megalázol, és hülyét csinálsz belőle, így nem. Így nem kell ez. Úgy kellene, hogy fölhívlak, tudok veled beszélni, úgy kellene, hogy fölhívlak, őszinte vagy velem, a szándékaidat illetően, és egyenes. Nem az meg, hogy másoktól 5 perc múlva mást hallok vissza, hanem egyenes. Elmondod, mit akarsz. Elmondod, mit érsz el. Ha elmondod, mi van a fejedben, őszintén. Jó? Ez egy alapvető elvárás. Tehát te ismered a saját lelkedet, hogy erre hajlandó vagy, erre képes vagy-e. Ha igen, akkor üzenj a Gézán vagy a Kozmán keresztül. Egyébként meg, ha arra jutsz, hogy erre te nem vagy képes, akkor ott hagyod a cuccot, küldesz a Gézának e-mailt vagy messengert, hogy fényképet, hogy hol áll, pontosan megírod, ne leírod, fogod a slusszkulcsot, berakod egy borítékba és elküldöd édesanyám számlájára, vagy na, bocsánat, címére, most már nem tudok már beszélni, most még alszom meg egy órát. Ez van. Ne haragudj, de ezt művelni egy emberrel. Nem anyagilag, felejtsük el a pénzt, lelkileg. Gonoszság, aljasság, alattomos, sunyi, szar dolog. Senkivel nem műveljük ezt, jó? Amit te velem műveltél. Ott van nálad a... Mert adtam neked ugye 50 ezret, Van még mellette egy 100 euró, tehát összesen 85, ebből elmondtad, hogy a búlacsere volt 5000, tehát 80 ezer forintod van még, és vissza kell ezt küldened. Kicsinyes. Ha olyan kicsinyes vagy, tudod mit? Tartsd meg azt a szar, 80 ezer forintod a picsába. Ne szarom azt is. Jó, tartsd meg. Igazából nem tudom, tehát most nem fogok, én azt mondom, hogy remélem gyógyszerre, jó?
Hogy remélem, hogy nagyon hamar gyógyszerekkel azt követelen. Fölveszed mindig, igen, Sodi, normálisan beszélünk, velem beszélsz, akkor 2 perc múlva nem mondasz másnak mást, hanem őszinte vagy. Jó? Azt a 80 000, tudom, hogy nyárad van, azt meg kövösd el, amit akarod, leszarom. Kocsira kellett volna arra, hogy ide gyere, amit én is használnék, hogy én általam is, persze általad vezetett, de nyilván utasként általam is használt kocsi az jó állapotban legyen, erre lett volna az a pénz, de csinálj, amit akarsz, bazd meg. Ilyen. Ha olyan tisztességtelen vagy, hogy azt el akarod saját célra költeni, akkor még akár tedd azt is, jó? Ennyit tudok neked mondani. De ez elviselhetetlen, nem? Hogy minden hülyének hagysz mindent, nekem meg nem. Amiközben én vagyok állítólag veled kapcsolatban, és nekem kéne, hogy hagyjál, és minden más hülyét. De te leszarom, hogy más hülyével vagy, nem az a gond. Hanem, hogy ehhez képest, meg én vagyok az egyetlen, akinek mondasz negatív dolgokat. Hogy miért jön oda? Minden szarnak fölveszed, csak nekem nem. És most még nem vagyok abban, hogy ellenség vagyok, akit el kell pusztítani, de hogyha azt mondjuk megtennéd, hogy rávennél arra ezek után, hogy oldjalak föl, hogy megint azt mondjam, hogy minden rendben, és folytatnád ugyanezt, akkor ellenség lennél. Jó, ezt tudom neked mondani. Ezzel, amit eddig műveltél, ettől meg kellett most szabadulnom. Így vagy úgy, de ettől az egész hatástól, hogy ilyen lelkiállapotban jutasz. Nem az alkohol, lófasz, te. Nem az alkohol, te, személy szerint. Nyilván azért itt iszok, mert te ezt műveled velem. Hogy például nem az van, hogy hátráltatsz például engem a munkában, mert olyan lelkiállapotba hozol, hanem támogatsz. És energiát adsz ahhoz például, hogy jól tudjam végezni a munkámat, mert tudjam, hogy minden, mert tudom, hogy minden rendben van, akkor nyilván miért is kéne veled foglalkozni. Ugye? Nincs más választásom, mint téged elengedni a kecibe. És nagyon sajnálom. Tényleg, de ne, ez elfogadhatatlan. Hogy nekem mindig mondod, hogy miért megyek oda, meg mit kellett, meg miért téged veszlek, másnak meg soha. Másnak soha, nekem mindig. Egyébként meg az a legjobb, hogyha nem üzen semmit, hanem elfelejtjük egymást a picsába. Mert ezt voltak most ezzel veszteségeim, és akkor ebből én most azt tanultam meg, hogy ilyen mérgező kapcsolatokból, ilyen mérgező személyiségektől óckodni kell. És amikor az első jele fölmerül valakivel kapcsolatban, hogy ilyen mérgező személyiség, akkor azonnal le kell vele zárni a kapcsolatot, mert ezt műveli veled, amit te velem. Ezt gondold át. Ennyit tudok neked üzenni, mert egyébként meg basszus, minden jót. Jó? Neked az életben. Szevasz. Én ma este lehettem győzve. Jó? Folyamatosan fogy, már 180 alatt vagyunk. Nem. Én ma lehettem győzve. Csúfosan. Csúfosan a földbe lettem döngölve. De most ma. De azért... úgy néz ki, hogy a kocsi sokat dobott rajtuk, tehát a kocsi előtt nem volt. Az biztos. Az egészen biztos, hogy a kocsi előtt nem volt ennyi. Úgyhogy a kocsival valahogy egy ilyen nézett lány után még a nézettség, vagy a nézettség, meg a pénz is megnövekszik, úgyhogy azért úgy néz ki, hogy segítettem nekik pénzhez is jutni, igen. Hát ez van.
neki volt esze, nekem nem. Ezt ennyit értsetek már meg, hogy neki van esze, több, mint nekem. Okos, csak mögöttem több tanulmány van, mert őt nem nyomták a szülei, hogy tanuljon ide-oda, tovább, meg engem nyomtak. Ő egy nagyon okos, meg felelősségteljes ember valójában. Na, neki sokkal több esze van nálam, mert több a felelősség érzete nálam. Jó, tehát komoly felelősségteljes ember. Azért mondom, hogy ha ide jön, akkor nem, értem, hogy így csöves tranyó, meg úgy alkoholista, meg miket nyomtok róla, de szerintem leülünk párat, beszélgetünk, kurvára rendbe tudja rakni a szemléletével az életemet. Én ebben hiszek. De ez egy konkrét példa. Ezért. Na. Atya úristen. Azért meg vagyok semmisítve erősen. Bazd meg, 200 alatti nézővel hallod. Miért lennék én buta? Nem. A mai napnak nem a összetört, vagy a szaros autó, vagy nem tudom mi a fő fejleménye, hanem hogy kiakadtam. Azok után akadtam ki, hogy fél órát beszéltem az egyikkel, fél órát beszéltem a másikkal, és minden kétértelmű volt. Tehát több mint egy óra, majdnem másfél óra duma után minden kurvára kétértelmű volt, és akkor valakivel erről beszéltem, és mondta, hogy faszom, zárd le. Mert hogy annyi pénzzel, mint ami nekem van, egy született nőt, ahogy ő mondta, az illető valódi pinát is találok. Odaadót, jutka nélkül. Sokkal olcsóbban. Aki örül, az meg ilyen körülmények vannak. Ennyi pénz van. Jutka nélkül van. Született pina, odaadó. Bipoláris. ADHD nélkül. És egyébként jövő hétfőn meg akkor elkezdek tinderezni, és keresek egy aranyosat, valami kedveset, valami születettet. Ezzel a gondolattal fölhívtam, hogy akkor most. Egyenes választ kérek, igen vagy nem, jöttök-e? Ketten. Persze, ketten, jó, azt majd megbeszéljük. Jöttök-e? Igen vagy nem? Amint minden el van intézve, amit el kell intézni. Jöttök-e? Mondom, ez ami körülbelül szeret a magasság jövő hétfőn. És mondta, hogy igen. Ez volt egyetem vége, mondom, jó. Akkor jó éjszakát. És akkor ez ennyi. Szakítana veled, Merci, kíváncsi vagyok, hogy olyan kezelni. Ez megvan. Azt meséltem el ma harmadszorra kb., hogy ma abban voltam, hogy én. Hát, hogy konkrétan. Meglettem arról valaki által győzve, hogy semmi értelme. Kezdet felhívtam. Igen, nem. Hogy a kétértelműség meg a sok fasságban elég volt. Igen vagy nem. Mi van akkor, ha rájössz, hogy valamire, amire nem számítottál, de a szakítő... Gyerek... A Merci engem mindig meglepett. Mivel tudna még? Nem számította. Mi? Én ma eljutottam odáig. Én ma eljutottam odáig, bazdnak, hogy elkezdek jövő héttől tinderezni a gecibe. Meg bambú, meg mindenféle ilyen társkeresők vannak. Vagy esetleg magyarok, hogy ide kihozok, született nőkkel.
Aztán ennyi. Úgyhogy ezt, valaki meggyőzött engem, hogy én nem ezt a Herce utcát érdemlem. Beszélgettem valakivel is meggyőzött, és elgondolkodtam, és tényleg nem ezt a Herce utcát érdemlem. Ennyi áldozat után, úgyhogy ezek után volt egy telefonhívás, ahol ennyi, hogy világosan elmondtam. Ami az igazság, hogy tele van a faszom. Elegem van. És ezután volt, ezután a másfél óra, összesen másfél óra után volt egy kevesebb, mint 4 perc, 3,5 perc beszélgetés, amikor én már kiakadtam, és azt mondta, és arról szólt, hogy szia, nekem most már tele van a faszom ezzel a bizonytalansággal, meg ezzel a kétértelműséggel. Úgyhogy én most egyszerűen megkérdezem, és egyértelműen, és igent vagy nemet várok. Amikor minden kész van jövő héten, jöttök ide Linzbe, vagy sem? Igen, vagy nem? És ezt így megkérdeztem, mert már faszom tele volt tényleg, amikor, bazd meg, amikor tényleg mind a kettővel több mint 40 percen keresztül beszélsz, ilyen diplomatikus körmondatokban, semmire sem rákérdezve, semmire, de azért mindenre utalva, valami egyértelmű dolgot várva, és akkor úgy telik el ez a több mint másfél óra, bazd meg, hogy egy egész estés filmi idő, beszélgetés velük, hogy nem tud semmit se, akkor ezek után ez a kevesebb mint 4 perces, amikor kibaszottuk, egyenesen rákérdeztem mindenre. Utána következett az. Jó. De az meg azért megnyugtató volt. Ennyi. Ez ma történt úgy, velük. Hogy elszakadt nálam a célra. Nem magamtól szakadt el, hanem valaki meggyőzött, hogy figyelj. Ezért kérdezem, mindig meglepett, mikor rájössz valamire, miért nem számított el? Szakítanak előre. Viktor elindult a Mercihez? Nem már. Ekkora fasz a Mercihez, megint elárulta, hol vannak. Valaki már intézkedett. Édes faszom. Pesten lennék már fasz, meg nem tudom. De nem oda mennék, nem úgy oda mennék live-ozni, hanem konkrétan fasz meg valami hasonlóban minimum, mint a Viktor Engel. Az a kocsi. Szilveszter volt, tehát létapor, vagy valami. Ez képes művelni, hogy igaz, hogy ilyen idúfajok. Megvan. Már is megfejtette? Te hülye gyerek, nem tudom. A bűnös kurva élet igazából. Mofával szokatom, te hülye gyerek. És a Jutka elmondta, senki nem tud semmit, bazd. Hogy van-e kisajak, vagy nincs kisajak. Én jobban tudom, hol van a kocsijuk. És a születetnél van kisajak, és a újabb technológiával egyébként tudnak képezni kisajakot is. Mert elvég a Shell-től jönnek, ugye? Azt mondják, a Shell-nél vannak. A Shell-nél abban az irány van, balra mögöttem. Csak ő 15 éve volt, 15 éve ezelőtt volt, amikor még nem tudták. Utána néztem. Kb. 5-10 éve tudják. Hogy rendőrök jönnek már? 15 éve nem tudták. Hát én már rendőrök jönni. Ezt a Jutka is elmondja, tehát ezt nem én... hogy is mondjam, hát... meg tudom erősíteni, de egyébként a Jutka is... Tehát a Jutkának a lányban elmondta állításait egyébként, de engem annyira nem szabad a kis hajak hiánya, de nincs ott. Na mindegy, egyébként minden más meg igen. Na mindegy! Ennyi. Na? Viktor megtalálta? Ne basz, megtalálta Viktor? A kurva élet. Ezt a kibaszott, büdös, geci kurvát! Elakadtam. Hogy miért nem ki... Mi történt, Michael? Hú, ezzel készakadok rajtatok. Te ott áll a kocsiban, mi ezt megtalálta? Paparazzi. Bazd meg, hallja a szomszéd kocsiból, bazd meg, hogy kiabálnak. Ez egy mi a fasz? Nem mondom már, hol vagyunk. Nem tudom mindenki. Ezzel a Viktor pénzt kereshetne. Magánnyugozónak kell lennie, nem futárnak. Hát hihetetlen. Ez rendőr, nem? Milyen az fogja neki random be? Ilyen sok troll jön, vagy mi? Édes faszom, hát várjatok. Fölhívjuk a Mercit a másik számot.
Hallod? Fölhívjuk a Mercit. Ember! Várjál. Próbáljuk meg fölhívni erről a Mercit, erről a... Kodjál már! Kibaszott hangüzeneteiddel, te faszom, sértődjél meg a gecibe, te szar! Pont a helyzetben akarsz te megsértődni? Fontos ember, de egyébként ne sértődjön már meg. Faszom. Merjem el. A Mercit. De biztos fölveszlek, bazd meg egy random embert. Hülye vagy helyzetben? Kurva nyelvet írzalak, ha írod! Leteszlek akkor, bazd meg, nyilván nem akarok veled beszélni, te szar! Hol vannak ezek, bazd meg? Én hamarabb ide értem, bazd meg, a keleti pályaudvartól, mint ezek a benzinkutatról. Jaj, de megijedtem, bazd meg. Hirtelen azt hittem, a tibék azok. Bazd meg. Jó, nem, a megálló nevét is kimondott, bazd meg. Ne mondd el! Basz! Basz meg! Basz meg! Mi a fasz? Mi a fasz? Nem tudom fölhívni? Erről a számról? Ezt, nem is ismereti ezt a számot. Nehogy összebasszák! Nehogy összebasszák a kocsit, bazd meg! Na. Ki tudja? Hol vannak már ezek, bozzák? Leteszi. Leteszi, ott van mögött a magyar Viktor, és nem tudom figyelmeztetni. Egy pillanat a lány meg fog szakadni, próbálom erről hívni. Na mindegy, visszajöttem lányba, leszarom. Próbálom hívni akkor a Jutkát. Hagyja végén! Milyen izgalmak vannak itten. Ezek hülyék, bazd meg. Ennyit mondok az úriembernek. Én értem, hogy a lófasznak is van vége, de hogyha megnézed a Magyar Viktor live-ját, akkor látod, hogy megint ott van, bazd meg, ott leparkolt a Mercék mögött, és bazd meg onnan live-ol. Bazd meg. És hogy most az a műsor, ne haragudj! Hihetetlen, nézd inkább te is. Bazd meg. Hihetetlen. Mindjárt megoldjuk, de én nem kíváncsi vagyok, mi a fasz csinál. Hihetetlen, bazd meg. Ez az fa, ki az? Ez egy állat! Hát hihetetlen! Bazd meg, megírom neki. Azt is, hogy lebuktam, várjatok. Nem látom, hogy az ő. Az ő, az valaki nem. Szerintem az ő, bazd meg, de én nem tudom. Lebuktam, basszátok. Már tegyétem, hogy ezért. Ő az? Ő jön? Nem tudom, nem látok semmit, basszátok meg, miattatok itt, azért. Nem látok semmit, szerintem úgy látom, megy oda valaki. Nem látom. Én nem látok semmit, basszátok meg. Ész sem vett egy a izét. Visszapillant a szart. Jó, kellhetek, basszátok meg. Nem tudom, mi történik. Nem jó az a kémkedés, Bali, nem látok róla semmit. Hát, fölnézek. Nem látom, beszálltok. Jó, szerintem fölkelhetek, nem? Csak látszani fogok, látok. Ajjaj, ajjaj. Fölkeltem, ők voltak azok, ők hát. Flapi takarásban indul. Az ajtót megfűtök! Hát a bűz van! Hát a cigiszak! Az egész nap itt
Na mit csináljunk, mi legyen? Írjatok valamit, mi legyen. Dozálj nekik. Nem, oda megyünk melléjük, várjál. Oda gurulunk. Mi legyen? Bűz van, ijesz meg, ja, meg kéne ijesz. Ott van mögöttetek, baszd meg! Te állat! Ott van mögöttetek a Magyar Viktor, baszd meg! Ha? Ott! Mögöttetek, baszd meg, ott áll a kocsival, most gurul oda mellétek, te hülye faszok! Mi? Baszoljatok már meg, hogy vakok vagytok meg, süketek? Vagy mi a faszom? 20 percet, 10 percet ott van mögöttetek a Magyar Viktor és streamel titeket, te szar! Basszát, mind a kettőtök basszát, basszom már meg magát! Hogy lehetetek ennyire? Kibaszoltuk tompa, geci! Csodi örjön, basz meg, mi a fasz van? Mi a fasz van? Most jöttünk vissza. Ott van a Magyar Viktor! Mi a fasz, ma vagytok? Hülye állat! Te hülye vagy? Ott van a Magyar Viktor, te állat! Mögötted! Szállj ki a kocsiból, ott van mögött, ott áll mögötted a kocsi mögött, te szar! Hát megint ugyanazt a hibát elkövetett, hogy Slivert hol vagy és oda megy a Viktor? Hagyod ezt, te állat! Tehát hogy lehet ennyire képesség nélküli szar? Faszom! Ott van most mögötted, szállj ki! Nézzél hátra! Ott a Magyar Viktor, most! Egy kb. 20... Bazd meg! Mi a faszom? Bazzi, nem látom a csetet, meghalok. Hihetetlenek. Bazd meg. Nincs ott senki. Mi a fasz? Hívom akkor, bazd meg, telefonon. Édes faszom, hülye állatok, rohadt képesség nélküli, bazd meg, süket, vak, süket, geci, bazd meg. Nem látom, hogy a kurva anyátok, te szar, hihetetlen. Hívom a Jutkát. Mi a faszom? Ezt nem tudom hívni? Mindenki jöjjön, verjen össze. Jönnek a rendőrök, azt kell megválni direkten külső nézetből. Na mi folyik egy gyöngyös, hogy várjál, nézzük itt a Magyar Viktort. Nézzük itt a laptopon a Magyar Viktort, és akkor a telefonon felszabadul, jó? Nézzük a telefonon. Hihetetlen. Ott áll mögöttük, és... Most akarok reflektorozni, várjál, igen. Nem kaptunk. Látok. Csináljuk, várjál. Világítás nélkül indítsuk be a kocsit. De várjál, egész végig mutogatja magát, hogy milyen ütterben, hogy hol vagyunk. Ez normális, ez sem normális. De baszd meg, mi a fasz csinálnak? Vedd már föl, te állat! Nézd oda! Ott van mögöttetek, szállj ki a kocsiból! Ott áll mögöttetek a kocsiban a Magyar Viktor, mit nem értesz te, baszd meg! Melyik részét nem érted, amit mondok? Haló? Haló? Bazd meg, mi a faszom van? A kurva anyját, bazd meg! Jó estét, földjeim! Most már oda ment. Húzd már az ablakot! Idióta! Ablakot le! Mi állat, geci! Nincs nálam pizza, fánkom van, Jutka, kérsz fánkot? Tényleg? Tényleg van, várjál, azt kap! Nézd, van két fánkom. Állat, mi a fasz? Mit szólsz? Fasz, meg 5 percet próbáltam, hogy elérni. Idióta, képesség nélkül. Előbb leparkolok, hogy visszajövök egy kicsit. Füdös féle emberek. Kérdezik fel, de jönnek a zsarok állítólag, úgyhogy le kell lépnem. Jönnek állítok a zsarok, úgyhogy... Bődös kurva anyátok, mind a kettőnek küldök egy hangúzásot, hol a mobilom? Tíz perce! Folyamatosan el ne próbálnak titeket figyelmeztetni, hogy ott a Magyar Viktor mögöttetek, de szinti szartok rá, mert képesség nélküli félállatok vagytok, bazd meg, süketek és vakok, bazd meg, faszok! Ennyi élet ösztönnel, bazd meg, dögöljetek, hát bazd, mi a geci ez? Hogy hívogatnak minden számról, bazd meg, ti feltesenek, mentek, mint ti a büdös picsába. Hagyjál, gecibe, ne hívogassál.
Hagyjál már, gecibe! Még ezt a mercet is elküldöm. Faszom. 10-15 percet hibogatlak téged, bazd meg, hogy ott van mögöttem a magyar úrtól. Hogy bazd meg, figyelj! Hogy nyúj, hogy most mi van. És akkor ehhez képest, bazd meg, mi a kurva élet, hogy semmilyen fórumból nem tudlak téged elérni, nem tudlak téged figyelmeztetni, ott áll mögötte. Mert bazd meg, annyira kibaszottul, bebaszolt te, meg bazd meg közvetített, hogy merre vagy, meg mi a faszom történik. Ehhez képest kibaszottul nem kell azon csodálkoznod, bazd meg, hogyha egyik reggel arra ébredsz, bazd meg, hogy hiányzik három kedély, vagy ki van szúrva négy, mint hogy egyébként ez történt, amit egyébként elmeséltem, amit most nem mondok. Nem vagy te. Közúti ellenőrzés! Tényleg dobbakod hátra! Hát túl büdös van. Felőbb hallottam. Hát mit kell mondta, hogy büdös van? Na várjál, úgy hallottad, hogy által megnyitottátok a lámpát, ezt le kell ellenőriznünk. Jó, tényleg meg vagy javítva. Nem, tényleg megjavítottam. Ezt te cserélted ki, vagy mi? Ezt mi, vettél bontóból, vagy hogy? Bontóból, ablakot tudod lehúzni, vagy melegedtek bent, hogy nem akarom ezt tudni. Hagyjál kétszer, de hívjál tenni. Kicsit beszélgetni. Igen. Ú, de én itt elkapok valami fertőzést. Jézusom. Basszus. Egyébként... Basszátok, én beülök ide, de Jézusom. Ha van ők, akkor izé le kell... Fúj, bazd meg. Ő jön be, én meg mit keresek ott? Kétszer is megyek, mit keresek ott? Jézus, hogy valami mozog? Mi a faszom ez? Tehát egy Newcastle kamia fasz. Én most akkor is bazd meg. Akkor én is ezt játszom. Jézus, a vágy. Úgy sem ültél és hol érted be a bazdába, bazd meg. De itt van fény. Ja, várj, azt akartam is. Nem. Kapcsoljátok le, mert tűnök be lehetnek már. Hagyjál már, geci, be! Baszom meg, kilók. Jó. Lehetnek már, hogy hol vagy. Ja, tényleg azt mondom. Ha már tudja mindenki. Hát de az a baj, bazdok, hogy akkor éjszaka meg itt fognak kopottatni, mikor elsőbb bazdok. Ez egy intézmény. De van egy kicsi, bazdok, aki idejön éjszaka, bazdok, azt elvesz kopultatni. Ha eljöttem és föl volt hajtva, és krumpli doba a kifogódba, meg lehajtja. Akkor már egy másról megtalálta. Nem, ha már így jöttem ide a kocsihoz, előttek egy 5 perccel voltam, csak itt. Egyébként erről beszéltem. Micsoda éjjel hozzak is a kocsiba. Cigizgetünk. Melegedünk. Legjobb élet. Vedetek, bocsi. Pohár. Na, házi buli van, halljátok. És hogy én miért akartam ki? Viszont nekem akkor kipróbáltam, hogy meg kell izzenem a ruhámat. Úgy, hogy elrendom is van. Házi buli! Jutka, táncolj! Kimosatok. Várj, ide jönnek, hogy most attól mindenki nem tudtam. Jutsi, akkor arra gondolzok. Hát ez egy lakóház. Nem tudom, hogy mi napja, hogy ne, mit kell lenni, mert ő már igaz. Nem tudok arra gondolni, mert nekem már azt mondta, hogy én nem vezethetek. Tudod, vezessél, tudod, nem vezessél. Összetör. Hogy én mit keresek. Itt egy kis fény, amit fölkapcsolni, csak ezt a kicsit. Ezt a kicsit, ez nem létre. Így. Nem áll, Jussi! Jussi, kell a fény! Nem áll! Nem áll, Jussi! Olyan vagy! Tudom, aztán vezethetsz, bazd meg! Na, jóságban! Végeztél a valóban! Nem viszel egy... Moziba voltam! Azért voltam a közelbe csak! Aréna plázában voltam! Ne, Dóra! Mit, izé, Moonfold? Szar volt! Hagyjál, gecibe, te szar mellettél! Mi a faszt akar? Mi se de? Le foglak tiltani a gecibe! Mi a faszt akarsz? Feltámadás, az a címe? Láttam be egyébként! Aha. Bazd meg, te dönt, faszom, le van tiltva! Ha várj, nem azt mentetek volna a Sodival megnézni? De nem a pókembert! De én megnéztem a pókembert! Várjál már, itt rögtem, a Sodi fölhívott téged őrjénk, hogy itt vagyok a kocsi mögött. Közben ott álltam veletek szemben, ott előtt. Nem vagy tiltva, gecibe! Szar! Nekem sárga kocsit mondtad be! Sárga kocsi? Nincs is sárga kocsim! Nem sárga kocsi, fölhívom! Kupered van, bazd meg, ez se talál, de mindegy. Ami Jomi nem tudod. Ott köcsön, hogy kell menni akar egy kanyarban. Hát, hogy szakadom. Mit akarsz? Mi van? Mit akarsz?
Jó, de akkor alkossz, akkor helyet csináltam, aztán vezethetsz. Mit tudsz, hogy a váltó most mehetünk. Jó, ha nézted a live-omat, akkor mi? Én vezetek. Ez kész, ne boldjuk. Jó, hogy biztonságosabb, hogyha Viktor itt van, én vezetek. Na akkor mi? Mit akarsz? Mit akarsz? Azt mondod, mit akarsz? Jó, de hogy veszem, leszem azért. Mit tudom én? Nem tudom, hogy vezet. Én azt érzem, hogy sütjön, de a lófaszok iskolám. Nem csinálok bentem, azok az autópálya, ha mindig elmúzták, akkor... Lesz a szarna. Autópálya, mit lehet ez az autópálya? Szerelme, onnantól semmi nem számít. Ja, még az. Nem az a lényeg, hanem hogy nekem kétszer is elhangzott, bazd meg, hogy ne őt vegyem, meg hogy én mit keresek ott. Decemberben, meg most, bazd meg a délben. Ezt képest... Ha ezt nekem még egyszer! Egyszer! Én mit keresek ott, vagy én ne őt vegyem, akkor eltudom az órát. Ezt most megígérem. El lesz tőle a kapva Merci óra. Ez tilos mondat neki. Ne őt vegyem. Raktár el van már intézve? Vagy mit keresek ott? Abban a pillanatban... Ultimátum ideig, nem? Az órára. Egy öklös fog menni. Hát én sodi állja, nem tudok mindegy. Oda megyek, ahol ő van. Hát mindent, nem? Benzin. Hétvégén. A sodi a... És megy egy öklös az órára. Ezt megmeri kérdezni. Ne rölj már! Sodi, mit keresel itt? Most te magyar Viktor vagy? Sodi, engem ne vegyél! Minden én vagyok. Minden Viktor én vagyok. Az Orbán Viktor is. Ezt most megígérem mindenkinek. Ezt nekem megmeri tőlem bármiket kérdezni, mostantól bármikor. Jó, én bevállalom, én megvállalom, hogy nekem adott 100 eurót. Kérdezés nélkül. Mi van az átiratással? Készen van minden? Az most lesz az én. Kérdezgetik itten nagyon. Engem te levegyél. Tudom, nézzük. Sodi őrjön. Mindenki ezt írja, Sodi őrjön. Nem, miért őrjön a Sodi? Föli, mama. Mindjárt kinyomjuk a lábat és összefekszünk a Tibivel. Nem. Konkrétan be fogom verni az orrát. Bármelyiket a kettő közül, hogy te mit keresi itt, vagy engem ne vegyél, bármelyik elhangzik, amikor ideér, kapta Mercinek el. Már nem, tényleg van a világja. Ezt most megígérem. Ez fog történni. Bármelyiket a kettő közül, hogy te mit keresi, vagy engem ne vegyél, bármelyik elhangzik, akkor Mercinek el fog törni az óra. Hoppá, hallott? Hallod, mit nem? Ennyi, ezt én vállalom. El fog törni az óra, nem tudom miért. Mert nekem sosem... Nekem mindig ezt a kettőt mondja, úgyhogy most attól el fogom. Most lágozik, írták, hogy idegen. Most egyik sem hangzik el, bazd meg, a kurva anyját. Bármelyiket nekem mered mondani, bazd meg! Sodi, miért vagy idegen? Miért vagyok ott, vagy miért téged veszlek, el fogom törni a kibaszott orrod a cilánkosra! Ez most ígéret, bazd meg, fenyegetés! Ez a két mondat tilos neked mostantól felé! Ennyi! Ezt most megígértem! Mert ennek a fasznak nem mondod, neked meg mindig hallod, mondod! Eltöröm az orrodat, ha bármelyiket mondod! Engem ne vegyél, ez vagy hogy... Ha kimész tűzre, hogy törd már az orrát! Eltöröm az orrodat, hogy azt mondod, hogy engem miért veszel, vagy hogy mit keresek volt! Bármelyiket mered nekem mostantól mondani, eltöröm az orrodat, mert ennek a fasznak nem mondod, neked meg mindig mondod! Mondtad decemberben, meg mondtad bazd meg két napja, ennek a fasznak egyszer sem, el fogom törni! Ezek a kilos mondatok neked, te büdös kurva! Ennyi. Mert én a sárkányban vagyok, bazd meg. Nem érdekel. Nekem ez tilos mondat. Bármelyiket mondtad, bazd meg. Eltudom az orrodat. Ez most ígéret. Igen. Kicsit lekapcsolva. Mondjad nyugodtan. Kurva életben. De akkor nem a saját live-omba voltam, mert a Bandi live-jába voltam. Leszarom! Hú, jaj, én hát kiszadok már, úgyhogy itt szállok. Nem, jó volt, tehát oké, én értem, hogy itt nekem ez a lapterületet. Vegyes kurva anyádat. Bemerészkedtem a hálószobátokat. Ezt vállalom. Szilánkosra ezt törve. Ez titok, nem? Ez nem volt csúnya. Na, hát akkor megkezdődöm. Ezt összetek? Ez nem volt csúnya. A dőj, jel. Ez nem volt csúnya, ez ígéretes. Jó, féltek, én sem vezetek. Ezt számba lehet kérni, mondjad. Csak te vezetsz aztán, mi ezt kérdezik? Mondjad. Mondom, moziban voltam, nem dolgoztam, vagy holnap dolgozok, vagy mindent. Elmondtam. Hogy is lesz? Mit akarok mondani? Faszom. Jó van, mit akarok mondani? Elmondtam, mit nem értesz? Hogy kettő tilos mondat van. Jó, Sárlott. Mindegy. Itt mit keresel itt? Hát ez masz, basz. Engem ne vegyél. Ne engem ne vegyél. Milyen maszkó? Ezért rögtön utam. Mostantól. Viktor, basz, nem bírok én. Menj a picsába! Ne, basz meg! Nekem ezt kétszer mondta, ennek a fasznak egyszer sem mondja. Ezek után ezért ütök. Jutti, két mondatért ütök. Zenik. Nem csúnya, szilánkosra.
oda megyek legközelebb, bármelyiket meg tudom kérdezni, kérdés nélkül, erre a bármelyik kettő között ütés a válasz. Akkor látod, én vagyok a bizonyíték, mert ide jöttem. Ütés. Egy címed, itt vagyok. Az orra, ornyelegre. Azt tudom, hogy én azt tudom, hogy hol vagyunk. Láttam, én honnan odaértem a kérdezni, több mint ki a sárkó. Ezt most megijedtem neki. Ezek után bármelyiknek belé menek mondani, engem ne vegyél, vagy mit keresel itt, bármelyiket mondja, ezek után ütök. Rögtön. Ezt most megijedtem. Na mondjad. Na fölhívom, bazd meg és meg. Múltkor is a földhöz. Mit akarsz? Múltkor is a földhöz vágtad. Ügyes kurva anyját, terek a mezet. Ahogy jó pillanatokba kaptalak el. Na jó, bácsukom, ne menjen ki a meleg. Az olyan fok. Dobhatom ki a ruhámat a kukába, hipit, higó, na már beszélem tudok. Hippóval meg moshatom ki a minden. Sziasztok. Ki tudja, mibe ültem én itt bele, milyen tűkbe. Nekem bazd meg, szóval, sziasztok. Kétszer mondtad, mit keresek itt, ne engem vegyél. Ennek a büdös fasznak egyszer sem mondtad, se tegnap előtt, se most, hogy mit keresel itt, ne engem vegyél. Ezek után igenis fönntartom. Ha még egyszer azt mered nekem, a büdös faszom! Faszom. Még egyszer. Nekem kétszer mondtad, baszd meg, hogy mit keresel itt, ne engem vegyél! Ennek a fasznak egyszer... A kurva anyád! Közben nekem kell hívogatni, bazd meg a faszomba, tehetek egy billentyűzetet, ez zar! Te büdös kecső! Kétszer mondtad ennek a faszomba, hogy te állod! Hogy nekem bazd meg, kétszer mondtad! Mit keresel itt, le engem vegyél! Ennek a kecőnek egyszer sem mondtad, te fasz! Ezek után, se ezt veled nekem mondani, megöllek! Mit akarsz? Mit akarsz? Kurva anyát, ez... Faszom. Büdös kurva anyát. Hagyjál békén. Mit akarsz? Kurva anyádat. Mit küldtem? Kurva anyádat, ez a Huawei és megszakítja bazd meg a kibaszott izét. Faszom. 10-15 percre hívogatlak téged, bazd meg. Mi a fasz akarsz? Letiltlak a gecibe. Ma a büdös kurva anyját, akkor le vagy tiltva. Én nem tudok egy kibaszott üzenetet elküldeni, bazd meg, mert... Bazd meg. Neked, basszátok meg, kétszer decemberben, meg tegnap előtt is, kurva anyádat egy b***sab! Ne! Betöltem a tabletet. A basszátok meg a 800 eurós tabletemet betörtem! Baszd meg! A büdös... Csába!